Üdvözlöm Önöket! Szeretném elkészíteni töltött paprikát. Nem tudom, elég hangosan beszélek-e? Nem tudom, hogy fogják-e hangomat hallani? Én mostan egy ilyen piros paprikából készítem el. Ennek ki kell szedni a magját. Hát sokan majd most azt mondják, jój, piros paprika. Először meg kell kóstolni, hogy milyen. Én már többször csináltam ilyet. Na, akkor teszünk bele, hát egy fél kilónál több, de nem sokkal több egy fél kilónál hús. Teszünk bele sót, ízlése szerint, amit már meg is szoktam mondani. Összekavarjunk. Majd most majd azt mondják, hogy jaj, ez a piros paprika, de azt meg kell majd próbálni mindenkinek, hogy milyen, mert fehér paprikával szokták csinálni, de én ebben csinálom mostan. Teszünk bele színes paprikát. Így, hogy legyen neki egy kis színe. Teszünk bele olajat. Ez, hogy feldúsítsa. Ne legyen olyan száraz, hát körülbelül így ennyit. Lássák, hogy mennyit öntök bele, mert olajat én nem szoktam úgy kímérni kanállal. Akkor teszünk bele borsót, ezt is ízlés szerint. Én most beborsozom, jó? Mert mi szeressünk a fűszeres kaját. Ezt is jól összekavarjunk. Majd utána kivágom a paprikából, kivágom a magházat, és akkor ezt majd bele fogjuk tölteni. Én azért szeretem ezt a piros paprikát, megmondom őszintén, mert ez sokkal finomabb, mint a fehér paprika. Most teszünk bele egy kis rizsát. Ez se kell bele olyan sok, egy marikkal volt, olyan kettővel, ne legyen olyan rizsás. Már megint fogok köhögni a borstú. Jó felemelte. Most összekavarjunk. Utána hagyjunk egy-két percet, hogy összeérjenek az ízek, a só, a bors, a fűszerek, amit beletettünk, színes paprikát, és utána lehet tölteni. Na, én most nem várok vele, inkább már betöltöm. Ezt így kell csinálni, ez a vizé paprikát, ezt ide belehelyezünk szép sorba. Van ebbe fehérebbes, ilyen sárga, ez a kaliforniai paprika, ez a piros, de lehet vegyesen is csinálni, ki hogy szereti. De szerintem meg kell ezt próbálni, és utána majd meg fogják nekem mondani, ha elkészítik, hogy igazi finom volt. Mert ennek húsosabb a paprikának húsosabb a íze is, meg sokkal finomabb. Én már próbáltam. Így szépen ki kellett magozni. Levágnak olyan kis kalapját, azt így mehet bele. Nem kell annyi rizsa bele, nem kell bele sok rizsa, egy fél kiló húshoz, mert a rizsa megdagad. Hát majd azt is ki kell tapasztalni, aki nem tudja, úgyhogy el szeretnék mindent úgy mondani, mert ez muszáj elmondani. Na most én ezt meghagytam. Megmutatom,
hogy így kell levágni, így. 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 Körbe. Így. Kizsön. Egybe. Utána, amikor ezt felteszem vízbe, egy kicsikét megsózom a vizet, és utána majd teszünk rá rántást, és cukros rántást. Nem annyira, hogy nagyon cukros legyen, nem lehetne érizni rajta semmi se, semmilyen ízeket. Kis enyhén. Enyhén cukrosat. És a paradicsommal majd megmutatom, hogy hogy kell megcsinálni. Na most a kimaradt nekem belőle, én ezt a szépen akkor így ráteszem a tetejére. Így. Így csak ennyi. Na. Nem nagy ördöngős. Nem sokó telik, és ez nagyon-nagyon finom. Meg kell próbálni, mindent meg kell próbálni. Majd utána kell, meg kell kóstolni, hogy milyen. Ha só kell bele, akkor tesznek bele a sót, de ebben már nem hiszem, hogy kell só. Most már felöntöm vízzel. Felöntöm vízzel, és akkor mehet lassú tűzön, nehogy szétfőjön annyira paprika. Mert a tölteléknek meg kell ám főni. Azért nem tettünk bele annyi rizsát. Úgyhogy el lett ilyet. Így, úgyis meg megy rá a rántás. Így, hogy el lett. Ennyi. Megrázunk egy kicsikét, azt mehet a tűzre. Lassú tűzön. Kell főzni. Eltelt egy óra hossza. Most akkor így néz ki. Megfonnyad benne a paprika olyan. Bele kell szúrni a villát. A paprikába, hogyha szépen belemegy, nem rá erős szakolni, hogy belenyomom, szépen belemegy, azt akkor kész a paprika. Meg a töltelék. Akkor most csinálnám rá a töltelék, a rántást. Ezt addig teszem, ez már ne följön, ez már megfőtt. Most jön a rántás. Tettem bele, majd ezt beleteszem, kettő ilyen evőkanál paradicsomot, sűrített paradicsomot, és teszek bele majd kettő kanál cukrot. Na most akkor rántás, itt lesz mindjárt. Olajat teszek bele. Így körülbelül ennyi, nem sok, ennyi olaj kell bele. Utána teszünk bele a kettő kanál visszet. De hogy mondjam már azt is, hogy sokan mondják, hogy hangosabban beszéljek, mert nem hallják a hangomat. Na most én megpróbálok hangosabbnak lenni, mint ahogy voltam. Na, ezt a szépen barnára megpirítjuk. Akkor majd ráöntsünk a paradicsomot. Az azért van, hogy hagyj sűrítsítse már be egy kicsikét a paprikát. Akkor majd meglássunk, hogy mi kell még hozzá. Még egy pici sót teszünk bele a rántásra, hogy lehessen már valami kis íze még annak is. Nem sokat. Hogy a liszt ne legyen olyan sokla. Most hát jöjjük. A kettő kanállal nem vele, de lehet, hogy majd még kell vele egyet, és az legyen elég sűrű az a paprika. Teszünk bele még egy kanállal. Így egy jó pupos kanál. Ennyi. Én már nem kell beletek.
Na, meg kell várni még. Még felpírom. Ügyesen. Ügyesen kell csinálni, és odafigyelni. Ennek most ez a rendje, hogy oda kell figyelni. Ennek jó, meg kell pirulni, mert hogy ne legyen olyan az íze neki, mint amikor beleöntenénk a lisztet. Mert akkor csak lisztes íze lenne neki, mivel hogy fel kell pirítani, most akkor úgy nem lesz olyan liszt ízű. Már kezd pirulni. Már sokkal fajinabb, mint fog. Na, akkor most teszünk bele színes paprikát, lentet húzunk, mert megíg a rántás. Lentet húzunk, teszünk bele egy kis színes paprikát. Nem olyan sok kell bele, mert a paradicsom is gyors. Éppen egy picikét, hogy megadja neki azt a színt. Nem sokat, egy nagyon picit. Mert a paradicsom is elég piros már ahhoz. Így. Ennyi. Akkor teszünk bele. Ebbe teszek bele 2 kanál cukrot. 1, 2, 3 is mehet bele. Ennyi. Ezt akkor felhűtöm vízzel. Mert ez lesz a szósz, paradicsom szósz. Ennyire fel. Jaj. Ezt szépen kikavarjunk. Nem ördöngős ez, nem kell tőle félni. Majd mondják sokan, hát most ők fehérrel szokták, mert úgy szokták csinálni. Hát ez egy igaz is, hogy fehér paprikával kell. De én ezt most megpróbáltam, már nem mostan, már nagyon régen, és én szerintem sokkal jobb, mint a fehér. Így ezt ráöntsünk, szépen a rántásra, és ez lesz a szósz. Visszahúzunk a lábast. És már öntessünk rája. Így. Ha a cukroson szeretik nagyon, akkor bátran lehet bele cukrot rakni. Bátran tegyenek bele cukrot. Hát most ki hogy szereti? Van, aki enyhén sóson, van, aki meg cukroson. Nem kell törni. Szépen körbe. Majd mindjárt feljön az. Most adunk rá kis energiát. Már kezd sűrűsödni. Így. Így. Éppen ennek kell egy rottyanás, és elég. Így. Nem kell annyira törni. Akinek sóklom, majd tesz bele, vagy akinek több cukor kell bele, akkor tesz bele. Ebben most már kész. Felgyújt szépen a tetejére. Elég sűrű is lett. Ez ilyen lett. Nagyon szépen köszönöm, hogy végig fognak engemet nézni. Üdvözlöm Önöket. Jó, egészséget kívánok. Viszontlátásra.